A Mi Hazánk szerint a Fidesz és a balliberális tömb cirkuszt csinál a színházakból, és az utóbbiaknak a tiltakozása egyszerűen ordít, hogy milyen kettős mércét alkalmaznak. Karácsony Gergely főpolgármester ugyanis a kinevezését követő harmadik napon már megküldte a Selyem Zsinort Dörner György színházigazgatónak egyértelműen politikai alapon. Azt mondta ugyanis a főpolgármester már október 16-án, hogy az új színház következő igazgatói pályázatával kapcsolatban megdöbbenne, ha ismételten Dörner György jelenlegi igazgató nyerne ezen a pályázaton. Azon, hogy mondjam, megdöbbennék, hogyha a következő új színházi igazgatói pályázaton Dörner György pályázattal fölülírná bárki másét. Mindez azt jelenti, hogy Karácsony Gergely a kommunista időket idézően egy olyan pályázat eredményhirdetését tartotta meg, amelyet még ki sem írtak, ráadásul a jelenlegi igazgatónak küldte meg a Selyem Zsinort. A Mi Hazánk mozgalom kulturális életteret követel a nemzeti elkötelezettségű színházaknak és művészeknek is, szemben azzal a balliberális túlsúllyal, amely sajnos a kultúrát még mindig övezi. Karácsony Gergely kijelentései azért is különösen súlyosak, hiszen az egyetlen olyan színház esetében mondta el azt, hogy ennek tarthatatlan a helyzete, amely kizárólag magyar darabokat ad elő. A Fidesz az elmúlt 10 évben egyáltalán nem konfrontálódott a kultúra területén a balliberális tömbbel. Látjuk ezt a filmek esetében is, illetve a színházak esetében is. Elmaradt az a kulturális rendszerváltás, amelynek el kellett volna jönnie, a nemzeti szavazók tömegei, milliói várták ezt. Például a Fidesz nem volt hajlandó a botrányaitól hangos Alföldi Róbertet sem eltávolítani a Nemzeti Színház éléről, de például a Katona József Színház igazgatóját, Máté Gábort, Tarlós István nevezte ki 2011-ben. Tehát láthatjuk, hogy a balliberális túlsúly az sajnos megmaradt a színházak esetében. Álszent dolog és hazugság az is a kormányzat részéről, amikor tagadni próbálja, hogy a szakmai szempontok mellett igenis értékrendi szempontok is érvényesülnek a kultúrában. Tehát úgy gondoljuk, hogy a Mi Hazánk mozgalom szerint a kormánynak ezért ösztönöznie kellene a nemzeti identitást erősítő produkciókat. Különösen fontos lenne az, hogy a trianoni tragédia feldolgozásában segítségünkre legyen a kultúra, különösen a 100. évfordulóhoz közeledve. A Mi Hazánk mozgalom szerint az államnak, a kormánynak ösztönöznie kellene ilyen feldolgozásokat. Azt javasoljuk, hogy nemzeti minimumot hozzon létre az állam, a kormányzat a kultúrában, ezáltal, hogyha ezt mindenki el tudná fogadni, létrejöhetne egy olyan közös nevező, amely például a nemzeti jelképeinket, a tragédiáinkat tiszteletben tartaná, és a művészi szabadság álcája mögé bújva senki nem gyalázhatná meg ezeket. Ezen keretek között ugyanakkor a lehető legszélesebb művészi szabadságot kellene biztosítani a művészeknek ahhoz, hogy ki tudjanak teljesedni. A Mi Hazánk mozgalom kulturális szabadságharcot hirdetett a fővárosi balliberális vezetéssel szemben. Ennek része volt az is például, hogy Karácsony Gergely Vasalbertet lenácizó kijelentése ellen is tiltakoztunk, és szerintünk nincs helye a Városházán a szivárványos zászlónak sem. Kulturális életteret követel tehát a Mi Hazánk mozgalom a nemzeti művészeknek is, nem csak Budapesten, hanem az egész országban.